vagyok, én doktor Bizsú vagyok. Jó napot! A piros orbohoz doktorai a Szekszárdi Balassa János Kórház gyerekosztályán örvendeztetik meg a beteg gyerekeket ezentúl heti rendszerességgel. Szerintük ugyanis egy betegség, kórházban való tartózkodás vagy egy fájdalmas beavatkozás gyakran próbára teszi a gyerekek, de még a felnőttek lelki erejét is. A humor és a nevetés éppen ezekben a helyzetekben tud segíteni és utat nyitni a bizalom és a belső életerő felé, vallják a piros orbohoz doktorai. Az alapítvány tudományos és művészeti ismeretekre alapozva képezi ki a bohóz doktorokat, akik beteg gyerekeket és időseket látogatnak kórházakban. Ők egyébként színészek, akik folyamatosan képezik magukat. Az alapképzésünknek a nagy része az színésztréning, bohóc technika, illetve olyan eszközök használatot kell nekik megtanulniuk, mint amilyen mondjuk a zene, hangszerek, vagy apró zsonglőr trükkök, vagy művész mutatványok. Mindezek mellett pszichológiai, szociológiai és alapvető egészségügyi ismereteket is megtanulnak. A gyerekek utógondozásában is nagy szerepe van a hétfőnkénti piros orrú bohóz doktorok tevékenységének, mondta Harangi Ferenc, a gyermekosztály főorvosa. Hazamennek és meggyógyulnak, és visszagondolnak a kórházi napokra, akkor biztos, hogy ez fog elsőként bennük fölmerülni, hogy itt milyen jó percek is voltak, nem csak a kellemetlen vizsgálatok és kezelések. És ugye csak a szépre emlékezünk. A Pirosor Bohóz Doktor Alapítvány keretein belül 35 bohóz doktor dolgozik, akik az elmúlt 23 év alatt közel 350 000 beteg gyermeknek, valamint több ezer idős embernek vitték el a gyógyító nevetést.